Köszöntöm nézőinket! Azt hiszem, hogy ma valóban megállja a helyét az ismerős főcím, ugyanis én úgy gondolom, hogy Szekszárdon nagyon-nagyon kevés olyan ember létezhet, aki nem hallotta a Posta nevet. Posta Péter a vendégem, köszöntöm sok szeretettel, és hát köszönöm. Talán kezdhetjük már azzal a, mondhatom, hogy nagyszerű dologgal, hogy ön 7 gyermekes családapa, tehát biztos, hogy a Posta nevet még egy darabig hallani fogjuk, de mint közéleti személyiség is gyakran találkozhatunk önnel, ugye képviselő is volt a város élén, aztán jelenleg a Római Katolikus Egyház világi elnöke, és a politika is megmaradt a kereszténydemokrata párt helyi elnöke, úgyhogy én azt hiszem, hogy van tennivaló bőven, és arról se feledkezzünk el, hogy a szüretek időszakát éljük, úgyhogy még egyéb iránt is akad tennivaló. Péter, ebben a műsorban mindig elindulunk a gyökerektől, megnézzük, hogy ki hol töltötte a gyerekkorát, hogyan emlékszik ezekre az évekre. Valóban a család közgyökeres szekszárdi. Én nagyszüleim vagyok, szekszárdi parasztemberek voltak. Az apám volt az első generációs értelmiségi a családba. Anyám az dombovári születésű, aztán Szekszárdon kötöttek ki. Apám volt itt a városnál főmérnök, az anyám körülbelül 40 évet tanított általános iskolába tanítónőként. Két öcsém volt, sokak ismernek bennünket Szekszárdon. Én a BHG-ba töltöttem el 38 évet, abban az izzadságszagú termelési világban, ahol minden racionális és minden mellék zönge az fölösleges és mese. Úgyhogy van reális érzékem az, hogy mi a valóság és mi a elvont világ közötti különbség. Bár jó lehet mind a kettőben. Én szívesen mozgok és szívesen gondolkodom. 8 évig voltam a városnál önkormányzati képviselő. Aztán 4 évig még egy bizottságnak a külsős tagja. Most pedig újra, mint a boxban mondják, hogy padlóról fölállt KDNP-t szervezzük, és az emellett pedig a kereszténydemokrata szövetségnek a csapatát is együtt akarjuk tartani. Tehát a politikai háttérről, születről is esett szó, kellős közepében vagyunk a születeknek, hál' Istennek jó év előtt állunk, vagy van mögöttünk, a napfényes órák száma 1300-at is már túlhaladta, tehát jó cukorfokok, jó extraktanyag tartalom várható is reményeink szerint. A szekszárdi bor, mondjuk ebből a 2003-as háttérrel továbbra is a magyar borpalettán olyan helyet foglal el, ami hozzá méltó is illik. Nem ejtettünk szót, bár ön már utalt a boxon keresztül a sportra. Azt hiszem, hogy a sport is a szívében helyet kap. Hát hogyne. Hát először is, mint férfeleség sportoltunk, a feleségem az utánpótlás válogatott volt kosárlabdába annak idején, és minden gyerekünk sportolt, mégpedig a szekszárdi atlétikai klubba. Itt voltak főiskolai aranyérmet szerzett fiaim, kettő, egy gerelyhajítás, másik magasugrásba, és a budapesti Honvédnél volt ifjúsági válogatott a fiam magasugrásban, és hát minden gyerek kötődik a sporthoz mind a mai napig. Ezek szörfözni járnak, ezek teniszezni járnak, tehát a családnak mondjuk egy olyan velejárója a sport, amit reményeim szerint tovább is adnak majd az unokáim irányába. Ön melyik sport iránt volt igazán elkötelezve? Hát a kosárlabdát, a férfi kosárlabdát, és amikor a Szabó Ödön tulajdonképpen a férfi kosárlabdát Szekszárdon olyan értelemben háttérbe szorította, hogy minket nem edzett tovább, és a női vonalra pártolt át, attól kezdve a lehetőségek és a szakmai irányítás az visszaesett, és hát maradt mind a mai napig egy MB2-es szinten. Hogyha még egy kicsit visszamegyünk a fiatal évekre, akkor hogyan dőlt el az, vagy egyáltalán hogy jött az, hogy ilyen nagy családot vállal majd? Mikor döntötte el, hogy nem a klasszikus 2-3, hát valljuk be őszintén, ahol már 3 gyerek van, sokan rácsodálkoznak, hogy hú, hát 3 gyerek, és hogy jelen esetben önök 7 gyereket vállaltak. Mikor érezte ezt, hogy ez így lesz? Ez nem volt tervezett elképzelés. Minden keresztény embernek tudomásul kell venni, hogy ha egy gyermek megfogan,
akkor azt tulajdonképpen vállalni kell, és ezt egy áldásnak kell tekinteni. Így volt az a mi életünkben is, hogy a legnagyobb és a legkisebb között 22 év különbség van, és szó nem lehetett arról, hogy itt valami művi beavatkozással ezt a lehetőséget mi visszautasítjuk. Hát így van. Mind a mai napig én örülök ennek a nagy tűrésmezőnek, hisz az ember, ha van egy 14 éves lánya, a legkisebb, akkor még mindig nem öregszik meg. Ha van neki egy 27 éves fia, a legfiatalabb, akkor már lehet, hogy az öregség lejtőjére lépett az ember. De így a gondolkodásmódban, a napi iskola és egyéb kérdésekben az ember fiatal marad. A feleségével hol ismerkedtek meg a sporthoz? Kosárlabda pályán, igen. Gondoltam. Szexádon. Szerelem volt első látásra? Igen. Igen? Hogyne. Mi a jó házasság titka? Hát a jó házasság titka, hát én nem is tudom. Talán egy nagyfokú tolerancia. A másiknak az elfogadó képessége. A másikat tekintse az ember úgy, mint egy önálló személyisége, akinek vannak szándékai és vannak elképzelései. Persze ez nekem sem mindig velem járó, hogy hívják, előnyöm. De hát valami e körül kell ezt megrajzolni, ha valaki ezt adna tippet, vagy egyáltalán valami jó módszert. A vallást említette már, és az elején a felvezetésben is ugye elmondtam a titulusokat. Ez neveltetéséből adódóan vele járója az életének, tehát lehet azt mondani, hogy már amikor kisgyermek volt, akkor a szülők vallásosan nevelték, vagy egyszerűen a világnézet, a szemlélet úgy formálódott, hogy elkötelezettje lett a vallásnak is. Hál' Istennek nagy szülők mélységéig, akiket ismertem, és a szüleim mind elkötelezett keresztény emberek voltak. Nem csak külsőségekben, hanem magatartás formában egyáltalán meggyőződésüket mindig megvallóan, és minket így neveltek. Aztán az embernek úgy mennek az évek az ember feje fölött, megtapasztal egyet és mást, és rájön arra, hogy valóban ez az életforma, hogy én keresztény ember vagyok, ez minden körülmény között megadja a megfelelő útmutatást. Aztán az embernek még vannak személyes tapasztalata is az Isten kegyelméről és az Isten gondviseléséről, akkor az emberben nyilvánvalóan erősödik még jobban. Személyes tapasztalatokat említ, ezeket el szabad mondani? Igen, hát az életben az ember apró mozzanatokat ból tudja következtetni azt, hogy itt az Isten belenyúlt az embernek az életébe. Azok a csíksomlyói bucsuk, amiket Szexádon mi tartunk, és szoktam vinni embereket, ezek mind olyan lelki és keresztény föltöltődéssel vannak, hogy az ember egy éven keresztül ebből nyugodtan táplálkozhat, és jól érzi magát. Mi volt az a momentum, ami végképp megerősítette? Volt-e? Lehet-e ezt egy ilyen momentumhoz kötni? Ilyen momentumot azt nem tudok mondani, hogy ami engem aztán egyértelműen kereszténynek kötött. Talán mondom, hogy a hosszú évek gyakorlata és a neveltetés is az a tapasztalat tömeg, amivel az emberben egy 60 év körül már van. Mennyire sikerült ezt átadni a fiatalabbaknak? Tehát a gyermekek mennyire voltak fogékonyak a vallásra? Lehet-e, szabad-e ezt esetleg erőltetni, vagy egyszerűen a meggyőződés az, ahogy ön említette, tapasztalatok, neveltetés eljön? Talán itt a példamutatás, azt hiszem, az egyetlen egy eszköz, nem pedig a szülői dresszúra, ami ebbe a dologba a legjobb hatékonyságú. Példamutatás, hogy az ember ezekhez az elvekhez, ehhez a keresztény magatartáshoz minden körülmények között álljon helyt, és világ felé ezt sugározza ki. Egyházközségén belül is tulajdonképpen a képviselő testület, aki az egyházi irányításban jelen van, mind olyan ember, aki ezt az álláspontot és ezt a magatartásformát képviseli,
és mi egymást is erősítjük ebbe a hitbéli meggyőződésünkbe, hogy igen, ez a helyes út. A politika színterére mi csábította, ha szabad így mondanom, tehát mi volt az a meggyőződés, ami után azt mondta, hogy vállalom a közszereplést, vállalom a képviselőséget, és hát jelen esetben, ahogy mondta, nem kis munkával egy pártnak a felélesztését. Engem hívtak a kereszténydemokraták 1990-ben, hogy legyek képviselőjelölt. Akkor még párton kívüli független. Én nekem a meggyőződésem akkor az volt, hogy lehetőleg minden párt alakulattól az ember tartsa magát távol. Aztán, hogy így demokrácia fejlődött ebbe az országba, hol jó irányba, hol rossz irányba, fokozatosan láttam és kénytelen voltam belátni, hogy a demokráciának egyetlen egy működtető ereje van, mégpedig azok a eszme rendszerek, amik egymással hol ütköznek, hol egymást támogatva jelen vannak. Tehát a úgynevezett jó társadalmi légkörnek feltétele az, hogy jelen legyen ott minden olyan nézet a közéletben, ami szükséges ahhoz, hogy egy normális belpolitikai légkörben folyjon egy országnak az élete. Kereszténydemokraták ilyen értelemben messze menően példamutató csapat volt mindaddig, amíg ez a Gici Györgyféle álmokfutás nem került elő, és nem lett ilyen értelemben a párt önmagának a gyilkosa. De reményeink szerint most a Semmilyen Zsolt által újra elinduló csapat, ez megint beviszi a közéletben azt a fajta gondolkodást, ami úgy gondolom, hogy ma hiányzik Magyarországon. Nem egy újabb pólusnak a létrehozásáról van szó, mert itt a jobb oldalt tovább polarizálni azt hiszem teljesen felesleges volna, hanem bevinni azt a magatartásbeli, retorikabeli értékképviseletet, ami talán a jobb oldalon még ma hiányzik. Nincs megfelelő súlyponttal a belpolitikai közéletbe. Hát mi erre szövetkeztünk, hogy kimondottan a Fidesz-evo együttműködéssel azokat az értékeket próbáljuk erősíteni, ami pillanatnyilag hiányzik. Itt nem a nagy politikai személyiségekkel szemben, hanem a helyiekkel gondolom itt az együttműködést úgy megteremteni, hogy ne legyen ez hiánycikk az elkövetkezendő időszakban, Szekszárdon. El tudja azt képzelni, hogy a következő választásokon még esetleg mint jelölként is kiálljon akár a párt élén, vagy hát, akár itt helyben. Igen. Tehát vágyik még ilyesmire? Én erre már nem. Azt látom, hogy itt van kellő, minőségileg megfelelő fiatal, aki ebbe a dologba nagyon ütőképes és harcképes ember. Tehát itt idősebbek adják át a helyet a fiataloknak. Reményeim szerint, hogy valamely gyerekem is előbb-utóbb mondjuk a politikai küzdőtérre fog avancsálni is. Nem félti? Mutatja. Nem. Majd én ki fogom sámfázni azokkal a tapasztalatokkal, amik ide szükségesek. És de lehet, hogy kettő is lesz ilyen. Most ez csak úgy számokat, játszom a számokkal végsősorban. Van rá lehetőség. Van, hál' Istennek. Hál' Isten, így van. Péter, az előbb nem kérdeztem meg, de a valláshoz kapcsolódik, ugye, de talán inkább, ha már így a politikán keresztül a közéletről beszélgetünk, akkor köthetem a közélethez is, hogy mit jelent az pontosan, hogy valaki a Római Katolikus Egyház világi elnöke. Mit jelent ez? Milyen feladatot ró ez önre? Igen, ezt mi, legalábbis én is, és a képviselőtársaim is az egyházközségen belül szoktuk hangsúlyozni. Tehát az egyháznak van egy tanítóhivatala, és van egy világi szervezet. A tanítóhivatal és ott megfogantak 2000 éve azok faktumok, ott ehhez kétség nem fér. Mi szeretnénk, így Szekszárdon is, és általában az országban is, a szervezetet professzionális szintre emelni. Az, hogy ez ne nyugdíjasoknak és valamilyen másodrendű embereknek a közössége legyen, hanem igenis egy professzionális világ legyen, ahol mindenki bátran megvallja, hogy istenhívő, bátran megvallja, hogy napi szoros elszámolásban van a lelkiismeretével, bátran megvallja, hogy még templomba is eljár,
és előbb-utóbb, mint ahogy minden embernek szembesülni kell valahol, ha nem máskor a halálos ágyán, hogy eldöntse, hogy most akkor hogy tovább, hogy ebben a körben az ember professzionális maradjon a közösséggel együtt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép és nagyon helyén való feladat, főleg a mai társadalomban, ahol az emberek még mindig olyan vagylagosan tekingetnek a vallásra, hiszen... Miért van ez? Hát már nincs. Semmiféle akadálynál. Sajnos a társadalom agymosott. Most lehet, hogy pejoratív értelemben mondom ezt. Agymosott, és magát a vallást, magát a kereszténységet, miután ez 40 évig a perifériára szorított világ volt, nem merik, idézőjelben mondom, még nem szembesültek avval, hogy ezt a dolgot is embernek önmagában rendezni kéne. Hogy most akkor vagy erre, vagy arra, de döntsem el magamba, hogy igen, én istenhívő vagyok, vagy materiális vagyok. Mindenki ezt a kérdést nem ismeri talán saját magának felvetni sem. Úgy gondolom, hogy ez lesz még a hátralévő tizenéveknek nagy-nagy csatája, hogy az emberek megértsék, hogy ezt el kell dönteni mindenkinek saját magában. Szekszárdváros plébánosa, új plébánosa volt a közelmúltban a vendégem, és ő egy érdekes dolgot mondott, amin én tényleg elgondolkodtam, hogy ő azt mondta, hogy az a nagyobb baj ezzel a dologgal, hogy megkeresztelni sokan elviszik a gyereket. Tehát, hogy legyen megkeresztelve a gyerek, de hogy tulajdonképpen pont ennyi. Hogy ez megtörténik, de utána, tehát én most abszolút nem akarom azt mondani, hogy persze, hogy most mindenki nagyon vallásosan nevelje a gyerekét, de hogy valahol úgy érezzük, hogy ezzel megtettük a kötelességünket idézőjelbe. És hogy utána a későbbiekben nincs az, ami a gyerek érdeklődését, és ezt nem kell fanatikus szinten, csak tényleg úgy a fenntartott érdeklődését fenntartsa, vagy hát egyáltalán, hogy kiszolgálja, vagy nem is érdeklődik a gyerek, mert hát nincs miért. Ezt hogy látja? Valóban ez a probléma? Rögtön mondom. Itt a megkeresztelés az, hogy a belépő az egyház közösség tagjaiként. Tehát az a gyermek, akit megkeresztelnek, az a belépő. Itt vannak különböző lépcsők, amivel a gyermeknek a hitéletét tulajdonképpen fejleszteni kellene. Jön az első áldozás, jön a bérmálás, a keresztény nagykorúságnak a ünnepe. És ide igenis a szülőknek lelki és erkölcsi felelőssége az Isten előtt, hogy ezt a gyerekeket, ezt utat bejárassák. Ezért van az, hogy az egyház utóbbi időben sokak megrőkönnyödésére és talán megbotránkozására kitalálta azt a módozatot, hogy igenis kellenek kezesek. A gyermeket ne csak a szülő szándékoltan vigye a templomba első áldozni, gyónni, első áldozni és bérmálni, hanem legyenek a gyerek mellett még külsős kezesek, akik szintén a szülők mellett vállalják azt, hogy a gyerek mondjuk keresztény szellemiségben nő fel, és válik keresztény nagykorúvá az egyház közösségnek. Tehát ez a szervezeti forma, ez mindenképpen ebbe az irányba fogja ezt a dolgot segíteni és eltolni. Tehát az, hogy ne egy formális dolog legyen ez, hanem ez legyen egy kívülről támogatott, meggyőződéses belső szándék. Az aktivitás, az azt hiszem, ami a szellemi aktivitást illeti, az igen erősen jelen van az ön életében, de ugye szokták volt mondani, hogy a szellem mellett a testet is edzeni kell. Lejár-e még a pályára, eljár-e még kosarazni, futni, vagy bármi más csinál-e, ami a sport kategóriába tartozik? Sajnos nem, mert a jobb térdemen egy olyan ízületi változást történt be, ami ezt lehetetlené teszi. De a egyéb fizikai munka, a szöllő és a bor körül az mind megvan, abban is jól el lehet fáradni, és az ember jól egyensúlyba tudja magát tartani a szellemiek mellett, fizikailag is. Lehet azt mondani, hogy így közel a 60 évhez is... Elmúltam. Bocsánat, túl a 60-on, de látja, fiatalítom, és ez jó. Túl a 60-on, tehát teljesen aktív életet él? Igen, úgy érzem. Tehát nem... Úgy érzem. Minden tekintetben, tehát fizikailag és szellemileg abszolút jó kondícióban érzem magam.
Óvják? Felesége? Gyerekek? Óvják? Nincs ilyen óvás. Én abszolút én saját utamat járom is ebbe a dologba. Tudom, hogy mit kell tenni. Meddig képzeli még azt, hogy ez így marad? Ki tudja, majd az Isten eldönti. Vannak még valamiféle nagy tervek, amit mindig maga elé tűztet, ilyen megvalósítandó feladatok? Fejleszteni kell a borászatot otthon, aztán kiterjedt, hogy hívják ott, családi kapcsolatokat, azokat szinten kell tartani, baráti körben az ember helyén mozog. Tehát olyan kiegyensúlyozott életet gondolok én még a hátralévő időszakra. Bár buta kérdés volt, mert tényleg ennyi feladat és ilyen nagy család mellett azt hiszem, hogy pihenésről vagy visszavonulásról nem igen szabad beszélni, de azért azt talán mégis megkérdezhetem, hogy mit csinál, amikor kikapcsolódik, amikor pihen, van-e valami hobbi? Érzem, hogy a borászat az igen, az megy, aztán elolvasom az újságokat, aztán mindazon könyvekbe kezdek most kutakodni, ami idáig nem volt időm elolvasni. Zsida Jenő, Karácsony Benő, és azon erdélyi íróknak a dolgait, ami idáig az életemből még elmaradt. Pótlás, hiánypótlás. Utazni szeret? Nagy utak vannak? Nincsenek. Az én mozgáskörletem az kimondottan Szekszárd és Erdély relációban volt mindig. Én Nyugat-Európában 1980-ban voltam először, aztán 92-ben másodszor. Én ezt az erdélyi kapcsolatrendszert építettem ebben az elmúlt 25-27 évben, mióta saját gépkocsi tulajdonos lettem, és ez engem messze menően kitöltötte azon igényeimet, ahol szellemes emberek, épkézláb gondolkodású személyekkel az ember találkozhatott is. Még emellé még karitatív munka is adódott, mert sok mindent kellett oda vinnünk annak idején. Tehát ez volt az én mozgáskörletem, úgyhogy Amerikában soha nem vágytam, és Nyugat-Európában sem nagyon. Tehát lehet mondani, hogy van bőven mivel tölteni a napokat, és hát ugye, ahogy említettem, hogy nem szabad pihenni, de azért gondolom mindig vannak aktuális célok. Ha mondjuk most ezt a beszélgetést nézzük, akkor jelen időszakban mi az, ami a legfontosabb? Mi az, aminek most jól kell sikerülnie, aminek meg kell valósulnia? Hát ez a bizonyos kereszténydemokrata pártépítés. És az MKDS, tehát a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel való együttműködésnek a helyi dolgait elintézni, és aztán ezt integrálni a fideszes körökben. Tehát most ezen dolgozik teljesen. Igen, most ez következik. Születek után ez következik, amiben itt nekünk lépnünk kell jó szándékkal és a jobboldali egység érdekében. Jobboldali elkötelezett ember vagyok, és látom ennek a szükségességét, hogy integrálódjon ez a fajta kereszténydemokrata gondolkodásmód a párt minden szintjén. Sokan vannak a családban, ezért talán nem is vágyik társaságra. De hát azért megkérdezhetem, hiszen ez nem biztos, hogy így van, hogy társasági embere ön szokott-e barátokkal? Hát baráti körökkel élénk kapcsolatban vagyunk itt, névnapok és rokonság. Tehát se szeri, se száma, sőt már esetenként túlzott mértékű is. Gondolom, hogy ezek az együttlétek mindenki számára föltöltődést jelent, egymást okosítjuk magyarul. Mondhatom azt, hogy egy igazi lokálpatrióta ül velem szemben, az ön személyében. Lehet, hogy csúnya dolog ilyet kérdezni, de ez az elkötelezettség, a város, a szülőföld iránt megtérül-e? Ez nem mérleg kérdése, hogy megtérül valami, vagy nem térül meg. Hogy valaki magyarnak érzi magát, és nemzeti elkötelezettségű, sokszor nem térült ez meg. De ez egy más kérdés, hogy Szekszárdot valaki szereti, és ez nem igazolja vissza a város ezt a szeretetet, ez egy más kérdés. Ebből nem lehet egy ottányit se engedni. Tehát ha valaki szereti a szülővárosát, az mondom, nem megtérülési kérdés, és nem egy profit-orientált gondolkodást jelent, hanem szeretni kell. Nem is az anyagiakra gondoltam elsősorban, hanem ugye az embert persze érik mindig kudarcok. Soha nem érezte azt, hogy, és nem mondta azt a feleségének, hogy
menjünk, próbáljuk meg máshol. Nem. Nem? Nem. Soha nem volt ilyen. Én lekötött ember vagyok. Ezzel szállal is. Erről szóba se jött. Sohasem. Szexárd mely pontját szereti a legjobban? Én szerettem valamikor, ahol építkeztem a Vincelér utcát, aztán miután a család jelentősen nőtt, kimentünk az Őcsényhegyre, ott a szülői szőlőterületen építettünk házat, most pedig azt szeretem. Mindig szerettem a Toldi utcát, ahol nevelkedtem, a strandot, ahol éjjel-nappal a strandon voltunk, a gimnáziumnak a kosárlabda pályáját, a Mindent. Nem lehet egy pontot kijelölni. Záró kérdésem csak, Péter, mire a legbüszkébb? Hát ezt nem gondoltam. Hogy morálisan állva tudtam maradni az elmúlt 60 évben. Talán ez. És ez nem a személyes érdemeim közé kell, hogy felsoroljam. Hanem lehet, hogy ebben van valami gondviselőszerű jelenlét is. Így legyen, ez még hosszú-hosszú-hosszú éveken keresztül. A munkájához sok sikert és erőt kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk a legközelebb is. Viszontlátásra!